Hajam még őrzi, tartja híven az éjfejemre. Erdélyből Fischer Botond és Varga László Edgár költőt, Kárpátaljáról Csornyi Dávid költőt, Kertész Dávid írót, Marcsák Gergely költőt, írót és zenészt, valamint Shrek Tímea írót hozta el az irodalmi karaván Topolyára. A diákok élvezték a rendhagyó irodalomórát, amelyen a kortársak versei, prózái, megzenésített verse is elhangzottak. Én ezt a lehetőséget a magyar tanárnőtől kaptam, mert tudja, hogy én is az irodalom felé orientálódok, és én ezt egy nagyszerű lehetőségnek tartom, mivel így megismerhetjük a kortárs írókat is, hogy ők mivel foglalkoznak, az ő világnézetükkel, és tanulhatunk belőlük újat is. A kárpátaljai és erdélyi fiatalírók örömmel fogadták el a meghívást a vajdasági körútra, fontos számukra a személyes kontaktus a közönséggel. Az, amit szeretnék, hát elsősorban az, hogy legyen valami élő kapcsolat a szerző és az esetleges vagy a potenciális olvasók között, hogy át tudjam adni valamilyen szinten, akár csak érzékeltetni tudjam azt, hogy mivel is foglalkozok én, és esetleg felkeltsem az érdeklődését a fiataloknak, vagy akármilyen közönségnek. A kortárs irodalomról, illetve az internet és az irodalom átjárhatóságáról is szó esett a közönség találkozón. Ma még Szabadkán bemutatkozunk, illetve holnap Újvidéken az Európa Kollégiumban, és csütörtökön utána Zentán az Alkotóházban. Hát mindenféleképp ezekre a dolgokra szeretnénk ott is kitérni, ezen felül pedig a kettős határon túliságra, mert hát ugye a határon túli régiókra nagyon jellemző az, hogy megjelenik az irodalmunkban is a határon túliságnak az érzése. Az irodalmi karaván főszervezője a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a program meghirdetője és támogatója Magyarország kormányának Emberi Erőforrások Minisztériuma.